Foglald nekem, légy szíves, össze az az igazság, a magad hogy... szavaival, hogy miről szól a másik film. Igen, ez a ugye a Csapda netem. Hát nekem is van egy kislányom. 10,5 éves. És ma, amikor bementem a szobájába, és tegnap megnéztem, akkor feltettem néhány kérdést. Mondjuk már többször feltettem néhány kérdést. Én a szülők nagy mobilkönyvét a Lidl-ban megcsináltam, és ezért én a témában járatos vagyok. Nem is tudtam, hogy azért kaptam-e ezt a szekciót, vagy nem, de a lényeg az, hogy én erről már olvastam szakkönyvet, és én már képbe voltam. Az a fajta elképesztő gyorsaság, ami egy kirakott préda, nevezzük a kis préda állat, ami ki van oda helyezve a dzsungel szélére, az internet dzsungelének a szélére. Szóval, hogy ez 5 percen belül azonnal már egy olyan mélységű szexuális abuzáció keresztüzérben van, az valami, az beletforgató. Tehát, hogy az... Föl voltam készülve, és tudtam, hogy ennek, hallottam is a filmről, erről is hallottam egyébként. Pont a Lidl mesélte, azt hiszem, hogy hallott, hogy van egy ilyen film, hogy annyira bírom a cseheket, hogy ilyen bevállalósak, annyira... Egyetértek. Annyira, olyan, meg a körülmények megvannak tökös valahogy. Tökös népség ilyen azért, szempontból. Azért valahogy megvan. Valahogy ott a művészetet, ezt nem sikerült ennyire államosítva szétcseszni. Szóval, hogy ott a művész, és amit ő a világról akar gondolni, szóval, hogy azt a merszet, azt nem vették el a művészektől. Itt is van, csak szerintem már sokkal kevesebb, és minden annyira, mivel minden pénzből készül, annyira be van csatornázva állambácsihoz, hogy itt mit szabad, mit nem szabad. Szóval annyira egy vékony mesdjén mozgunk művészet gyanánt, hogy egyébként szerintem az ciki. Szóval, hogy valahogy a rock and roll a csehekbe nem múlt el, ez a filmkészítő rock and roll. És ennek eredménye ez a egyébként elképesztő alkotás, ami tényleg a internet sötétségével szembesít minden szülőt. Hogy a 12 éves elmaszkírozott egyébként felnőtt színésznők, akik egyébként amikor 21 évesek, mondjuk 21 évesek, hát nem nézem 21-nek őket, tehát tényleg ez a tipikusan ez a, hogy úgy mondjam, most próbálok normálisan fogalmazni, szóval, hogy egy olyan örök kislány alkat, amiért, hogy úgy mondjam, élnek, halnak, és azonnal rámarnak az internet pedofiljai. És az, hogy embereket az nem zavar egy másodpercig se, 12 éves lelkekbe és testekbe, ők mit rajcsúroznak ott, és mit rombolnak szarrá, az bicskanyitogató engem, mint apukát. Nagyon-nagyon, tehát hogy az ember sok-sok bosszú fantáziával él, rengetegszer pörgeti le, hogy mit csinál egyébként, ha a gyerekével ez vagy az vagy az. Egyébként én pont benne vagyok, egészen más ügyből kifogva, nincs köze az internetnek, pusztán az, hogy a lányomat használta egy szennyúság, és egyszerűen csak belekeverte valamiben, ami ez semmi köze. Már pusztán attól nekem már a lézerkart kinyílik a zsebembe. De hogyha ilyen érni, és esetleg még egy találka is lenne belőle, hogy mit művel ott az ember, és a középkori eszközök jutnak eszembe. És azért a büntetés végrehajtásnak kurva gyorsan utána kéne annak menni, hogy is olyan büntetési tételekkel kéne ezt így körbebástyázni, ahogy mondjuk egy háromcsapás törvénynél mondjuk igyekszik ugye a alkotmánybíróság ennek utána menni, szigorítaná. Na, ha valahol szigorítanám a magyar büntető törvénykönyvet, ez az a paragrafus, a magyart is, nyilvánvalóan ez egész Európára vonatkozik. Itt egy teljesen új hadviselés, mint ahogy az interneten új hadviselés, az internetes szexuális bűnözés is egy új terep, és azt gondolom, hogy szerintem még nincsen ez lekövetve. Cseheknél perek születtek, tehát bírósági perek, tehát a és film hát kapcsán arról nem keményen elítéltek embereket. Hát igen, hallottam róla, tudom, hogy mondjuk akik, de az volt a csodálatos, hogy a kamerát oda tolták elé, és amikor szembesítették, és üvöltözik vele, az alkotók üvöltöznek az utcán, az olyan, olyan tökös dolog volt. Tehát nem az, hogy itt a rendőr, hanem hogy... Ez a rendező ilyen, meg a színésznők igen. Olyanok. Igen. Olyan, amikor pofán öntél végén a cseh. És ez tényleg ott, mert a civil dühe jön ki, hogy milyen útvaradék szarházi vagy. És olyan érdekes, hogy általában én, mivel
sokszor van az, hogy fiatal gyerekek, ez az amaz, természetesen nem fiatalkorú bűnözésről beszélek, hanem mondjuk a tanárban nagyon sokszor előkerül, hogy valaki lopja. Tehát, hogy nehéz helyről jövő fiatal emberek. Ráadásul most pasztronálok egy csapatot egyébként lent Borsodba, akik szíve nagyon nehéz körülmények között fognak majd fölnőni és jönnek, szóval, és ott ha beszélek tanárokkal. Szóval ez, amikor a fiatalkorúak, hogy mennyi kísértésnek vannak kitéve, és milyen nehéz helyekre jönnek, és marha megértő ember vagyok. Olyan érdekes, hogy amíg egy, nem tudom, egy anyagyilkost megvizsgálok lelkileg, vagy egy, mármint úgy, hogy nézem, hogy ő honnan jött meg, hogy zaklatták meg, vele mit műveltek meg, hogy volt, addig itt ezeknél a dolgoknál, aki valaki átlép egy ilyen 12 éves kislánya szexuális viszonyt akar folytatni, ott megszűnik. És ott szerintem megszűnik valami, a kultúra lehúrolunk, mint egy ruha. És ott nem akarom tudni, nem is akarom megfejteni. Ott azt gondolom, hogy ennek visszatartó erővel olyannak kell lenni, mint amit mondjuk egy Kaletta Gábor esetében, ugyebár elfelejtő a magyar bíróság és él valahol. És azt gondolom, hogy ennek nagyon komoly jogi következményei kellene, hogy legyenek Magyarországon. Nem úgy láttam, hogy ebbe az irányba megyünk. Például pont Kaletta Gáborból kifolyólag. Tehát, hogy majd valaki fideszes, akkor majd nem kell pedofiliáért felelni. Hogy a picsában van ez? Szóval, hogy ez azért forradalomért kiárna elnézést. Tehát, hogy azért ilyenkor erre kell gondolni, és ez 5 perc alatt megtörténik. 5 perc alatt egyszerűen olyan felvételek, és nagyon érdekes, hogy elmaszkírozzák egyébként őket, mert még súlyosabban néznek ki ettől valahogy. Olyan érdekes, hogy az anonimitásukat valahogy ettől valami, olyan, mint valami perverz maszkot kapnának. Szóval valójában számomra az a teljesen felzaklató dolog van, hogy ezek, hát ez a szomszédom is lehetne bármikor, hogy nincs olyan, hogy az a nagyon furcsa, nagyon perverz, biztos az, hanem hogy tulajdonképpen a totál mindenfajta társadalmi konvenciónak az áthágása az egy teljesen hétköznapi embertől jön. 3 fiatal színésznőt, aki egy ilyen örök gyereknek néz ki, Csehországba megkérnek, hogy költözzön be egy díszletbe, tulajdonképpen ami a szobájuk. És csinálnak 3 szobát, 3 színésznővel, ruházatban és minkben őket közelítik nagyon erősen a gyerekkorhoz, tehát a 12. Kirakják a saját személyes tárgyaikat is egyébként, ez egy nagyon érdekes dolog, hogy hazamennek, és a színésznők tárgyai közül válogat a rendező, az egy egészen, az bizseregtető, hogy hirtelen olyan mélyen involválódnak, mert a saját emlékeik, saját festményeik szerepelnek, és avval díszítik fel ezt a szobát, tehát nem egy teljes fikció, hanem a hitelesség kedvéért ők maguk is azért emlékeket hoznak ebbe a szobába, és tárgyakat, és nyúnyókákat, és utána őket tulajdonképpen mindenfajta szűrő és mindenfajta biztonsági óvintézkedés nélkül tulajdonképpen kirakják a net világába, ahol lehet velük szabadon csetelni. Egy csetszobába behelyezik, ahol bárki hozzájuk szólhat. És tényleg alig telik el pár perc, mert azt mondja, hogy hello, de szép vagy. És azonnal ezek a ragadozók megjelennek, tényleg olyan, mintha egy ilyen cápafarmon lenne az ember, és rögtön ott van ennyi vérszaktól, hogy ott van egy kislány, aki ilyen kis védtelen árva, és egyedül van egy szobában, nincs ott a szülője, nincs ott a barátnője, nincs ott a senki. És egyébként ezt pont a szülők nagy mobilkönyvénél is ezt többször taglalja a könyv, és mi is erről beszélgettünk a Lilúval, hogy ezért fontos, hogy a digitális térben ott legyünk a gyerekünkkel. Úgy is, hogy én bemegyek a szobába, és néha megnézem, hogy mit csinál, kivel beszél, hol van. Hallják a hangom, meghallják a hangom, mert árkon bokron túl vannak. Tehát valójában azért ezek a ragadozók, akik megjelennek, azért kifejezetten arra mennek rá, hogy ott van egy védtelen, háttérrel nem annyira rendelkező, társat kereső, árva, elárvult, védtelen kis lény. Hanek van egy apja, aki megkérdezi, hogy mit kérsz szívem vacsorára, vagy kivel beszélsz? Ha csak meghall egy hangot, egy férfi hangot,
hogy ott van egy, vagy egy nőt, hogy van egy hozzátartozás, abban jó a viszony. Abban a pillanatban nagyon meleg a pite. És valójában megint ugyanoda jutunk, hogy amit szoktam mondani, hogy anyám mindig leszólt a térre. Gyere, mert vacsorában! Megmondtál, mit csinálsz? És úgy beszámolgattam, jó van már, muti, megyek már. És nagyon, az egész nagyon kellemetlen volt, de valójában egy folyam, egy kontrollt adott mindenkinek. Tudták, hogy van anyám. Tudták, hogy van egy apám, aki nagyot tűnt. Nem voltak, nem lógtak a nyakamon, de ott voltak. És ez az a fajta féle háttér, amiben például a digitális térben sem történ egyébként egy ennyire gátlástalan közeledés, mint ami rögtön a szexről van, és rögtön vetköz le, és hát ez elképesztő, hogy már a második mondat az, hogy vetköz le, ha csak nem valaki tényleg rögtön azonnal magához jön, amikor meglátja a képernyőt, akkor baszeg ilyen, hogy no, úristen, te állat. És hát akkor ezt tudnám természetesen az, hogy ahogy elmegy a fotó, azonnal zsarolási pozíció és alkupozíció. És az valami döbbenet, hogy ez is milyen gyorsasággal történik, semmi átvezetés nélkül. Úgyhogy ez a film tulajdonképpen ezt dolgozza fel, ennek a három legnagyobb történetét, majd a nők egyébként miután elküldték a képet. Tehát tulajdonképpen modelleznek egy klasszikus, hát tulajdonképpen inkább mintaszerű elveszést az internet világában, ahol egy ragadozó lecsap az áldozatára, képet kér, majd avval zsarolja, és utána arra is ráveszi, hogy találkozzanak. Tehát végig visz egy ilyen folyamatot, és ide elkíséri őket a kamera, és hát ők se bírják, ezek a színésznök, akik azért már felnőtt csajok, ők is nagyon-nagyon megjárják egyébként, és szerintem nyilvánvalóan komoly pszichológiai utókezelésen vettek részt, mert azért ezt feldolgozni, ezt a féle gonoszságot az nem egyszerű. Szóval belelátni az ördögnek tényleg a segjukába, azért az nagyon durva. És utána a kamerával elmennek ahhoz az emberhez. És utána ennek lesz jogi következménye is, tehát hogy azért itt is benne van, hozzáteszem, az a fajta féle durva, de elindul egy igazságot kereső stáb, aki szembesíteni akarja a világot a mocskával, és számon akarja kérni, és sikerül neki. A kamera sikerrel jár megint. Tehát az van, hogy ennek jogi következménye lesznek, és egy ilyen ember, aki 12 éves gyerekeknek tökér mesztelen képeket, azután a gyerekek közelebb soha többet nem megy. Szóval, hogy van valami jó van azért sikerült valamit megváltani a világból. És pont úgy van belőve, hogy hasson, de ne úgy kavarjon fel, hogy úristen, innenvel nem tudok majd megbirkózni, inkább nem. Szóval, hogy... Ha született még értelmes dolog ezen a földön, akkor talán ez az. Már még akkor is, hogyha valamire egy válasz. Miért érdemes te szerinted dokumentumfilmet, ilyen filmeket nézni? Olyan kendőzetlen módon mutatják meg az igazságot, hogy az embert utána nem egy ilyen művészi magaslatba repíti, hanem cselekvésre ösztönzi. És ez szerintem egy óriás dolog. Hogy valahol egy kicsit a művészeten túlmutat. Azt érzi, hogy közöd van a világhoz, és ez a világ vár rád, hogy te valamit cselekedjél. És erre valahogy felszólít. Mert annyira pőrén mutatja meg az igazságot, hogy nem lehet, hogy a homokba dugd a fejedet ezek elől a problémák elől. És akkor úgy valahogy úgy az embernek valami nagyon mély, zsigeri mélységébe, hogy úgy belekapaszkodik, és úgy belekarmol, és bármilyen végzettségű, tudású, előképzettségű és bármilyen értelmi színvonalon álló embernek is mindig, ha beengedi, akkor megkaparja egy olyan részét, ami egyébként az igaz emberi része és a lelkiismerete is ott található, hogy ezzel most akkor neki dolga van. Vagy örökre kidobja, vagy elkezd utána menni az interneten, hogy tájékozódik még másról, hogy és egyébként még Örményországban mi minden van, meg hogy jutottak el ide. Szóval meg annyi kérdést tesz fel magának, és közel lesz nagyon mélyen hozzá. Szerintem ez azért egyik műfaj se tudja szerintem ilyen mélyen. Egyszerűen azt érzed, hogy itt
olyan dolgok történnek, amivel valami dolgom lesz nekem is, és nem kelhetem mindig másra, valahogy szembesít a problémával, avval is, hogy rád vár a feladat, barátom, aki nézett, hogy ebben te kezdjél valamit. És ez mindegy egyébként, hogy a világ melyik szegmenséről szól. Egy igazán jól eltalált dokumentumfilmnél nem nagyon tud nagyobbat ütni szerintem semmi. És most ezt nem azért, mert a dokumentum is, hogyha a fikcióra kérdeznek, akkor meg azt dicsérem szarrá, hanem egyszerűen így vagyok én a dokumentumfilmmel. Nem ropogtatom a dokumentumfilmeket minden nap, és nem azonnal az HBO kínálatában azt nézem, ez nem igaz, mert valójában a dokumentumfilm meló. Az izzadságos, az. Ott dolgozni fog a lelked, az biztos, ha jó. Az nem olyan, hogy egy ilyen, na, gyere, kicsit elmerülünk, kikapcsolunk. Aj, de jó, mekkora fordulatok, de érdekes, szuper, semmi dolgom nincs vele. Nem, behúz, és dolgod lesz vele, és tudod, hogy dolgod lesz vele, és ezért inkább odázod. Én általában így vagyok, nem, mert akkor főborít, kurva ideges leszek, megint kimegyek a WC-re, és monológokat fogok mondani a világnak, a vezető politikusainak, hogy lehet ennyire elvezetni egy országot, vagy mi nem foglalkoznak, vagy mi nem adnak a pénzt ezeknek, azoknak, amazoknak. Szóval ezért mondom, hogy a dokumentumfilm ritkán, de akkor nagyon mélyre engedem be.